Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti tévé híradója. A jövő héten folytatódnak az egyeztetések a minimálbérről. Erre azért van szükség, mert a korábbi 6 éves bérmegállapodásban 2019-re már nincs meghatározott érték. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint az álláspontok egyelőre távoliak egymástól. A munkaadói oldal 5%-os minimálbéremelést adna, a munkavállalók viszont 13-15%-ot szeretnének. A megállapodás rajtuk múlik, a kormány ugyanakkor nem külső szereplőként vesz részt az egyeztetésekkel, hanem információkkal, adatokkal segíti a tárgyalásokat, mondta a miniszter. Miután a parlament kedden elfogadta az adótörvények módosítását, Varga csekély esélyt lát arra, hogy újabb változtatás történjen. Közölte azonban, a kormány kész megvitatni a gazdaság hatékonyságának és versenyképességének javításához szükséges közép- és hosszú távú intézkedéseket. A Népszava arról ír, hogy a nagy állami leépítés után törvénybe iktatnák a kormányzati tisztviselők túlmunkáját, és ezután elvárás lehet a szoros engedelmességi kötelezettség is. A lap kiemeli, hogy a kormány ennek érdekében eltörölheti az állami tisztviselőkről szóló mindössze 2 éves törvényt, helyett a kormányzati tisztviselőkről szóló jogszabályt akarja elfogadtatni. A tervezetet csak csütörtök este küldték el a szakszervezeteknek, péntek délutánra pedig már össze is hívták az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumok munkavállalói oldalát. Az országgyűlés elnöke szerint a nemzeti konzultáció nem populizmus, hanem maga a demokrácia. Kövér László Pozsonyban beszélt erről a visegrádi négyek, valamint Németország és Franciaország parlamenti elnökeinek találkozóján. Kifejtette azt is, hogy minden népnek joga van dönteni a saját jövőjéről. A brüsszeli törekvésekre utalva antidemokratikusnak és elutasítandónak nevezte a nemzetek feletti kormányzás gondolatát. Kövér László úgy vélte, a közelgő európai parlamenti választások nagyobb hatással lehetnek az Európai Unió jövőjének alakulására, mint bármely korábbi hasonló voksolás. Jövő májusban ugyanis szerinte a választók a tagállami kormányok európai jövőképét teszik mérlegre. Franciaországban holnap terjesztik az államfő elé az Európáról rendezett állampolgári konzultáció eredményeit. Nathalie Loiseau, Európa ügyi miniszter elmondta, mintegy 70 ezeren vettek részt a véleménycseréken. Felidézte, hogy sok szó esett a kutatási és oktatási témákról, valamint arról, hogy Európát dinamikusabbnak, az emberekhez közelebb állónak szeretnék érezni a kontinens lakói. A konzultáció áprilisban kezdődött a francia kormány kezdeményezésére. A vita sorozatot Magyarország és Olaszország, valamint az Unióból kilépő Nagy-Britannia kivételével valamennyi uniós tagállamban megrendezték. A már Angliában dolgozó magyarok jogai akkor sem sérülnek, ha valamelyik oldalon mégsem fogadják el a Brexitről szóló megállapodást. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is közölte, Magyarország üdvözli, hogy növekedtek a megállapodás esélyei. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, Budapesten annak örültek volna, ha Nagy-Britannia az unió tagja marad, de a brit választópolgárok ezzel ellentétesen voksoltak, és nem lehet megbüntetni egy országot egy demokratikus döntés miatt. A budapesti brit nagykövet szerint is stabil marad a Szigetországban dolgozó magyarok helyzete a brit tagság megszűnése után. Ian Lindsay kijelentette, sikerült olyan megállapodás tervezetet létrehozni, amely rendezheti az Egyesült Királyságban élő 3,5 millió külföldi, köztük 250 ezer magyar sorsát. Mint mondta, Nagy-Britannia tiszteletben tartja azt, amit a külföldiként dolgozók gazdaságilag és kulturálisan hozzátesznek az országhoz. Közben Brüsszelben már készülnek a jövő vasárnapi csúcstalálkozóra, amelyen jóvá kell hagyni az Egyesült Királyság uniós kilépésének feltételrendszeréről tervezett megállapodást. Az unió vezetői üdvözölték, hogy a héten technikai szinten elfogadták a kiválási szerződés tervezetét, amelyet a brit kormány is jóvá hagyott. Londonban viszont
heves vitákat váltott ki a megállapodás, és megingott a kormányfő helyzete is. Theresa May csütörtökön 3 órán át védte álláspontját a parlament alsóházában, és leszögezte, hogy kész harcolni pozíciója megőrzéséért. Elismerte, hogy a kiválási folyamat frusztráló, de úgy vélte, van esélye jó Brexitre. Az egyesség ellenzői viszont azzal érvelnek, hogy az ténylegesen veszélyezteti a Szigetország egységét. A román miniszterelnök megerősítette, országa annak ellenére sem lép ki az Európai Unióból, hogy nemrég többször is elmarasztalták. Viorica Dăncilă azt mondta, a bukaresti kormány elutasítja, hogy az Európai Bizottság olyasmit írjon elő számára, amit egyetlen tagállam sem fogadna el. A testület ugyanis felszólította Romániát, hogy függessze fel a frissen elfogadott igazságügyi reformcsomagot, és állítsa le a büntetőjog módosítását. Dăncilă úgy vélte, kettős mércét alkalmaznak országával szemben, amit a közelgő európai parlamenti választásoknak tulajdonított. Emlékezetes, januártól Románia lesz az Európai Unió tanácsának soros elnöke. Csehországban több ezeren tüntettek a kormányfő ellen, de korrupciónak látszó ügyét a parlament alsóháza csak a héten tűzi napirendre. Andrej Babiš összeveszett saját fiával, és ettől nem függetlenül a parlament felsőháza lemondásra szólította fel, akárcsak a tüntetők. Szerintük ugyanis elfogadhatatlan, hogy a politikus visszaélést követhetett el. A miniszterelnök korábban már elutasította a cseh ellenzéki pártok felszólítását, hogy távozzon hivatalából. Babiš fia hazugsággal vádolta apját, és közölte, tanúvallomást akar tenni annak a szabadidőközpontnak az ügyében, amely a kormányfő tulajdona volt, és ami miatt most bűncselekménnyel vádolják. A papa viszont egyszerűen elküldte az országból a fiát, és azt mondta róla, hogy pszichés betegségben szenved, ellenőrzés alatt kell tartani, szavainak pedig nem lehet ítélt adni. Az Egyesült Államokban már is nagy érdeklődéssel várják azt a pert, amelyet a CNN hírtelevízió indított az elnök és a Fehérház vezető munkatársa ellen. A múlt héten ugyanis megvonták a televízió tudósítójának sajtó belépőjét, miután összevitatkozott Donald Trump-pal. A CNN álláspontja szerint az engedély visszavonásával megsértették a szólás és sajtószabadságot is. Az érintett újságíró Jim Acosta 6 éve tudósítja a CNN-t a Fehérházból. Az ügy érdekessége, hogy a Fox News, amely nyíltan a republikánusokat támogatja és Trump kedvence, bejelentette, hogy a CNN mellett áll a perben. A társaság elnöke azt mondta, kiállnak a sajtószabadsága mellett, és nem tartják megbocsáthatónak a hangnem eldurvulását sem az elnöktől, sem a sajtótól. Jeruzsálem közelében a rendőrség razziát tartott egy rendőrösön kísérő terrorista otthonában. Letartóztatták a támadó 5 családtagját. A terrorista szerda éjszaka késes támadást hajtott végre egy rendőrösön Jeruzsálemben. A rendőrség szerint a támadó a kerítésen átmászva jutott be az ős területére, majd enyhén megsebesített egy 50 éves határőrt, aki a bejáratnál állt. Egy rendőrnő, aki a közelben volt, azonnal tüzet nyitott a terroristára. A lövöldözésben 5 további rendőr sérült meg enyhébben. A 20-as éveiben járó támadó súlyos sérüléseket szenvedett, a többi sérülttel együtt kórházba szállították. Olasz gasztronómiai világhét kezdődik holnap Magyarországon is. A programban kóstolók, szemináriumok, szakmai találkozók és gasztrokulturális események is szerepelnek. A cél, hogy népszerűsítsék a mediterrán étrendet. Olaszország budapesti nagykövete szerint ez az étrend emeli az olasz népet a világ legegészségesebb nemzetei közé. Massimo Rustico fontosnak nevezte azt is, hogy a fogyasztók védelme érdekében fellépjenek a termékhamisítások ellen. Emlékeztetett rá, hogy világszerte évi mintegy 90 milliárd euró értékben készülnek olyan olaszos elnevezésű élelmiszerek,
amelyeknek semmi köze Olaszországhoz és az egészséges olasz alapanyagokhoz. A közép-magyarországi régióban, vagyis Pest megyében és Budapesten holnap lehet újra pályázni energiatakarékos háztartási nagygépekre. Elektronikusan ügyfélkapun keresztül délelőtt 10 és délután 2 óra között lehet benyújtani a pályázatokat hűtő, fagyasztó és mosógépekre 3 kategóriában. A rendelkezésre álló 2 milliárd forintot régiónként lakosság arányosan osztották el. Az Otthon Melege programban a kormány eddig több mint 200 ezer háztartás energetikai korszerűsítéséhez járult hozzá, mintegy 30 milliárd forint támogatással. A holnapi lesz az utolsó régió, ahol még jelentkezni lehet energiatakarékos háztartási gépekre. Budapesten ma zárul a Kodály Zoltán magyar kórusverseny. 27 kórus vesz részt az idén már 8-atról megrendezett eseményen. A 300 ezer forintos nagydíjat Kodály Zoltán né Péceri Sarolta ajánlotta fel. A nemzetközi zsűri külön díjaz 2 karnagyot és külön díjakat oszt ki a legjobban előadott kodálymű és egyházi mű kategóriákban is. Egy gyerekkar a tiszta intonáció díját kapja, és több fesztivál meghívás is gazdára talál. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége szervezte a 3 napos versenyt, amelynek nyitó hangversenyén több profi kórus is fellépett. Tegnap óta új trolibusz járat közlekedik Budapest belvárosában. A City Trolli a Fővám tér és a Lehel tér között szállítja az utasokat a hétvégeken. Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója kiemelte, olyan járművek közlekednek a vonalon, amelyek önjáró képesek, vagyis 4 kilométert felsővezeték nélkül is megtesznek. Az új járat szombaton 8:30 és este 7, vasárnap pedig 9:30 és este 7 óra között fél óránként jár. Ami az időjárást illeti, már tapasztalhattuk, hogy fokozatosan hűl a levegő, és ez tovább folytatódik. Észak felől erősen megnő a felhőzet, de csapadék egyelőre nem valószínű. A hőmérséklet napközben már csak 4 és 8 fok között alakul, éjszaka viszont már akár mínusz 6 fokig is lehűlhet. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak 2 honlapunkon, a hetitv.com és a brierpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!